és szeretettel köszöntök mindenkit a Szabó Zoltánné emlékére megrendezett 18. regionális gyermeki színjátszó találkozón. Színjátszó találkozóra jöttünk össze, és számomra az mindig egy hatalmas élmény, amikor gyerekeket látok a színpadon. Mindig nagy örömmel tölt el. Gyerek színjátszásról beszélünk. Talán a színjátszás szót nézzük meg egy kicsit részletesebben. A csoport az számomra mindig azt jelenti, hogy egy közösséghez tartozom. Ez a gyerekek számára egy hatalmas nagy élmény, hogy egy közösséghez tartozhatom. A szó eleje, a szín, az pedig talán azt mondhatja nekünk, hogy nagyon érdekes és nagyon színes életet élhetünk át, amíg a színjátszó csoport tagjai vagyunk, és úgy érzem, hogy ez mindenkinek nagyon sok élményt ad. A szó közepe talán a legeslegfontosabb, az, hogy játszó, játék. Ez felnőttnek, gyereknek, mindenkinek talán a legfontosabb, és talán az a legjobb, hogyha ez bennünk marad akkor is felnőttként. A gyerekszínjátszó találkozó mindig hatalmas élmény mindenkinek. Köszöntöm a csoportokat, a felkészítő nevelőiket, a zsűrit és mindenkit, aki ma megtisztelt bennünket a részvételével. És ezennel a színjátszó találkozót megnyitom. Köszönöm.
mit ígér. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam. Minden álmot, minden képet, minden hangot, minden szépet, ja. Megállt, megégett, és a fejbe vált. Néha szeret, és néha bánt.
Daniel.
amiről végleg lemondasz. Ezen nagyszabású rendezvényünk sikeréhez a támogatók is hozzájárultak. Köszönjük a támogatást a Láncsóki Önkormányzatnak, a Láncsóki CBA-nak, a Brody Center Kft-nek, a Graf Trunk BT-nek, a Mohácsi Szabó Pékségnek, a Pándi Kálmán Otthonnak, Szabó Lőrincnének és Heckenberger Péternek, és a többi támogatónak, akik nem kívánták nevüket nyilvánosságra hozni. Köszöntöm kedves nézőiket, nemrég nyitotta meg kapui kisvárosunk új intézménye, az Édes Otthon nevet viselő Idősek Otthona. Szeretném bemutatni az intézmény igazgatónőjét, Cserepes Virágot. Kedves Virág, kérem mondjam pár szót az otthonról. Üdvözlöm a kedves nézőket, városunk elnyert egy pályázatot, amelynek keretein belül felépülhetett az otthon. Még nagyon frissek vagyunk, eddig 5 boldog lakunk van. Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy aki be szeretne költözni, időben tegyen, mert végesek a lehetőségeink. Valamint szeretném kérni, hogy aki teheti, anyagilag támogasson minket, mert szűkösek a kereteink. Ennek érdekében ki is helyeztünk egy adománygyűjtő dobozt az otthon elé. Szomorúan hallom, hogy már most anyagi gondjaik vannak. Ezek szerint az otthon lakói hiányt is szenvednek valamilyen területen? Nem, de hogy is, csupán csak takarékosságra tanítjuk őket. Gondolom, ebben a vírusos időszakban nagy hangsúlyt fektetnek az óvintézkedések betartására is, a szabályos maszkviselésre, készfertőtlenítésre, távolságtartásra. Hát persze, természetesen. Megnyugtató ezt hallani, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre sok sikert kívánok, és sok sikert kívánok az Édes Otthonhoz, és jó egészséget a lakóknak. Köszönjük, viszontlátásra! Most pedig egy kicsit belesünk az otthon mindenkérdébe. Thank you.
Következik a Szedergényi Általános Iskola Mininik csoportja,
akitől láthatjuk a Talán Pista című előadást. Ha mit az igazban? Én vagyok, te pedig Falkőzöttök. Honnan tudja? Falkőzzel mutatt arra. Mi a francnak cipeltek elő ide? Én mindenhonnan megjuttam, így sem haladok sokra. Én annan lehet megszökni. Miért? Magas a kerítés, mi? Rácsán az ablakon, mi? A kaput is őrzik, ugye? Nem tudom. Nem magas a kerítés, nincs rács az ablakot, és a kaput nem őrzik. A kapu nyitva van. Tekintve, hogy a nyitott kapun ki lehet sétálni, és el lehet menni, így szökésre nincs lehetőség. Igazad van? Ezt megnézem. Talán nem. És akkor már meg is nézem az első mondatot. Tényleg nyitva van. Ezek után maradsz, vagy még? Maradok. Egyelőre. Csinálj belőle fiatalabbat, ha itt akar maradni. Gyere. Ha megfülöttél, itt a ruhád. Ilyen sok. Kell az iskolába, kell játszani. Fehér nemű váltásra, hogy mindig legyen tiszta. Ez az így, ez a posztum meg aludni. De nagy a franc maguknak, éjjel más bőzben parádéznak, még nappal. Úgy egészséges. Rakd a holmidat, majd kapsz szekrényt is. Most szeretnélek megismerni. Hogy hívnak? Talán Pistának, Zorát Istvánnak. A feleset tudja biztosan, papír nincs óra. Édesanyám, édesapád. Nem ismertem őket, sose láttam a szüleimet. Hogy születtél? Valahol a határ mellett, nem tudom. Mire emlékszel a legrégebbről? Mert helyen voltam, kiadtak anyára és megszöktem. Miért? Ütöttek, keveset adtak elni, dolgoztattak. Aztán? Visszavittek a menhelyre, megint megszöktem. Akkor intézetbe vittek, de onnan is lúgtam. Most honnan hoztak le? A piacról. Mióta vagy a piacon? Két nyárt össze egy tőle. Hol aludtál? Rózi néni az egyik pofa megengedte, hogy a búdiába fészkeljek. Beéljére. Szalma is volt, mert pofolc. Miből éltél? Piacon megél az ember. Itt rendesebb a srácok, nem veszik el tőled, amiért ér. Arról pedig nem beszélünk, amivel történt. Az a jó, ha te sem nagyon emlegeted. Miért? Nem szégyellem én a piacot? Nem is a szégyen miatt. Az lenne a legjobb, ha mindenki elfelejteni mi volt veled. Még a rendőrség is. Az nem ártalan. Gyere, keressük meg a többieket. Azt itt hagyhatod. Ott. Miért? Nem viszi el senki? Nem. De ha valaki mégis megújítja innen ezt a sok kacatot, ne rajtam keressél. A banda az udvaron volt. Az udvar téglakerítés szekte. Ez a kerítés nem zárta, hanem végtelenek. Ugye a banda az udvaron volt, a többi elből észre lehetett venni. Az udvaron nagy volt a rücsaj, az észrevezen nagy volt a zsöny. A banda tagokból tegődött össze. A tagokról később úgy is esik majd néhány szó. Annyit azonban föltétlenül meg kell említeni, hogy nagy részt az ördög fiúkához hasonló úri emberek voltak. Érkezésük is általában hasonló módon történt. Vigyázzon ki, mit mondok, mert szó szerint vették. Ti csak fogjátok itt a bőrt az udvaron, kapu meg nincs. Két tiglát raktok le, aztán meg összeveszed az amúgyodat, és magas, vagy nem magas. Nem lenne jó két rendes kapu? De jó lenne. De ki csinálná meg? Ügyetlen volt, esetleg lusta. Nincs hozzá. Nincs hatétlenkedő. Persze én arra gondoltam, hogy kiérünk valahonnan. Ők nem erre gondoltak, ez később kiderült. Az első csoport hálója üres. Mi az, hogy üres? 20 perc, hogy lefeküdtek rendben. De most nem fekszenek rendben. Még rendetlenül sem. Egy járva srác nincs a hálóban. Gyerünk az irodába, gyerünk. Nézd, itt van az egyik ablak. Ezen nem mehettek ki. Egy lábnyom sincs rajta. Most mi az ördögöt csináljunk? Nézd! Az udvar hátsó kapuja hangtalanul kinyílt. Aztán teljes tömbben benyomakodott rajta egy egész telefonfoknak 20 csirkefogóval a két oldalán. Egy pisztenés nélkül simán eltették, aztán eltűntek a kapun, ami ismét besugódott. Megosztom veled az ügyetet. Azt hiszem, ebben a marhaságban nekem is van egy kis részem, mert holnap valahogy elborulálom. Beszélgettünk. Lassan telt az idő. Vagy 40 perc múlva újabb húzna osan be a kapun. Persze megint nem magától. A 20 csendes szellem alatt megindult a sorban a felső útvonalra. Gyere! Felmentünk a hálóba. Ellenzést. A legnagyobb csendés nyugalom persze az egyes hálóban van. Mindenki az ágyban, mindenki alszik. Egyesek még diszkrétan ott voltak is. Majd holnap valahogy elborulnálom. Jó, de addig aludj még egyet. Foci! Ott hevertek már hettek óta. Úgy is valami teletőzi fának. És attól, hogy
miénk? Hát, most mi a zöldöböt csináljak? Vitessen veletek vissza ezt a két marhaságot? Fényes nappal? Szégyen szemre, hogy mindenki lássa a környéken? Nem! Talán van egy megoldás. Hát, mi lesz? Írtok egy kérvényt. Azt elviszitek a posta vezérigazgatójához. Ha nektek adja a fát, feldolgozhatjuk. Megérjük. Türge lépett, türge lovó! Ki az az hülye? Ez hülye. Régi tört. Itt van, hogy már másfél éve. Na látod, azt mondtad, hogy csak az újabb kényszerletre. Gyere Pista, elmondom, mi a helyzet. 3-4 nap és visszajött, vagy visszahozzák. Rendes lesz, csak egy kis mártéke van. Ismeri őt az osztályi részvasúti rendőrsége. Ha rájön, ha mehetnék, beutaz az ország, amely ilyes talán. Lóg a vonaton, ha már nagyon buszos és éhes, hazaidul. Mi pedig holnap kirándulni megyünk. Yeah! A szabad csapat felfoglalkozott. Csapat volt, mert sokan voltunk. Szabad volt, mert imádett a megszokott valakozunk. Igaz, nem voltunk valami elegáns. Réni ruhában pompáztunk. Turista külsőnket is csak a hátizsákba kapták. Elindultunk. Az első zűr a park sarkánál következett be. Ott állt három furcsa alak. Hová mentek, kismajmok? Kiosztásra sorakozunk. Kicsit hirtelen vagy. Hirtelen, igen, kismajom nem. Utána indulj. A szeptember magasúrba alagott az október felé. Az iskola működött. A tanítványok mehetnek, a tanárok panaszkodtak. Egyik este azonban váratlan dolog történt. Kopogtattak az ajtón. Tessék! Parancsoljon be, fáradni fog, de jönnek helyet. Köszönjük a szükségét, de rengeteg tenni, nem állják meg a hosszabb parkot. Persze nem lesz szeretnék ennek állni. Meghívó! Tisztelettel meghívjuk Önt. Ma este, a motorai kezdete rendezett, nagyszobás hajtókászatra, nagy vadra. Megjelenés, teljes vadászörvezetben. Fegyverét hozza magával. Helyszín, hálóterem. A meghívás köszönettel elfogadom a vadászatomot hozzá. Vajon mi az ördög találhat ki ez a szép utányosan? Ez egy tibi ház! Az elnök mentek! Lány! Egy fitő! Egy palot, gróf! És egy ilyen főtőköpenyben! Ki bírja azt ide, gyerekek? Én igen. Randevúdban? Nem. Éjszakai hajtóval lászott ezt egy hercegi rablóbandánál. Oda vagyok hivatalos. Változó időjárás és változó szerencse köszöntött rá. A fiaimmal már jó
hozzám. Még nagy volt az egyetértés. Képzeljétek el, 6 új srácot hoztak, 3 hozzám került. Láttam őket, állati figurák. Hülyék! Ezt még nem is tudtam. Nem ők, hanem ti. Jól emlékszem egy zörgő csúrtvázra, aki ugatva kölgött, amikor bekerültse. Vagy én, külön voltam. Fogadjátok szeretettel a 3 új srácot. Ti erős egészséges különbség vagytok, elvigyátok a 3 újat. Mi vagyunk az egyes csoport ebben az intézményben. Józsi bátyám, a főnök. Fugók, menj a raktárba, keríts valami ruhát. Benyolc, értéjük, menjetek be a konyhára, hozzatok valami kaját. Pista, hintes ki a földet és viseljetek a csodagolásra. A jól olajozott masina megint. A 3 ronybaba annyira meglepődött, hogy tiltakozni is elfelejtett. Focizni tudtok? Jobban, mint te. Majd meglátjuk, gyertek. Amilyet után következett, az ördögi volt. 19 kurgestéke fogó úgy táncoltott a labdák a 3 új fiú orrára, hogy azok ne tudják elérni. Elég, nem csinálom tovább. Ez kitolásra már. Nem kitolásra, csak azt akartuk bebizonyítani, hogy nem kell nagyon fájnak lenni. Itt, ti csak akkor rúgtok labdába, mi is akarjuk. És ez nem csak a focipályára érvényes. A 3 jövővény el is felejtette, hogy ők tulajdonképpen idegenek. De csak a foci idejére felejtették el. Nem akartak beilleszkedni az itteni rendbe. Visszatároztatok, akartok maradni vacsorára minden esetre? Eljött az este, a konyha remegelt. Vacsora végén a banda kedvence fánk volt. Közepes befoltozott a kert, majd laposan törvényezett, és egy gyors mozdulattal átnyúlt az asztalon. Lép fel neked egy hülyet, ha ő nem zavar. 1. Nem vagyok hülye. 2. Benyúl fánkja. 3. Ha még egyszer hozzányú szolapinek a lejárjáról, nem csak szorítok, hanem ütök is, és akkor leég rólad a ruha. Közepes sunyin hallgatott. Nekem azonban nem tetszettek a dolgok alakulása. Józsi bátyám, ez az új srác nagyon szemtelen. Kivel? Mindenkivel, tanárok, ami magával is. Mert még új, nem tanultam meg a rendet. Nem is nagyon akarja tanulni. És még van a fiatalnő, megverem. Megverem. De most vitatkozni akarsz velem? Nem, verekedni akarok vele. Pista, én nagyon jól emlékszem egy koszos kis csirkefogóra, aki amikor hozzánk került, olyan szemtelen volt, hogy a piaci legyek hozzájártak tanfolyamra. Mégis megtanulta a rendet, pedig nem bántotta senkit. Még én sem. De ha az új kis marhát megvered, akkor a pofon kapsz tőlem, hogy egy hétig futsz majd egyenesen. Megértetted? Meg. A mondottakat csak az egészen gyenge képességek nem értették volna meg. Pista azonban nem volt. Töprengve elindult a felső udvarra. Én pedig irodában értem. Telefonokat kereszt jelentélem, hogy egy óra hozzá beszéltem a hivatalos időket. A felét sikerült segíteni. Azért jöttem, hogy adja meg azt a pufont. Megverted? Meg. Nagyon? Éjjel nem volt bele. Bérzi? Nem, de a szemtelen pofája dagadt, s holnap olyan lesz, mint egy plakát. Bármit! Ősz, hogy leszedtétek volna ezt a két, előbb is megtehetétek volna. Nem, neki volt igaza. Most is végzett, pedig nem. Velünk is szemtelen vagy meg a felnőttek. Addig hagytuk a verekedést, még azt hittette, hogy az erősebb. Csak amikor jól megkaptuk az adagodat, akkor léptünk közbe. Nem akartuk, hogy a gyöngyvárnyában. Fenne gondoltak volna a célhalálból, hogy így tud verekedni. Mi történt? Elestem, és bevertem a fejem. Visszamentem az irodámba. Pista még mindig vártam. Na, adja azt a pofon. Megérdemelnéd, hogy adja. Elsősorban azért, hogy szavatartó ember vagyok. Hát akkor... Ne sürgess! Úgy gondolom, adós maradok neked ezzel a pofonnal. Vigyázz, mert nem szeretek adós maradni. Csináld úgy a dolgaidat, hogyha 30 év múlva találkozunk, akkor is adósabb maradjak. Vigyázzon, mert ha most nem adja meg a pofont, máskor már nem fogja. Kezed rá. Nem lesz pofon. A büdös életben nem lesz pofon. Szívből kívánom neked. Az idő hol lassan, hol gyorsabban szalad. Új tanév kezdődött, és még újabbak. Régiekből egy-kettő elment, és újak érkeztek. A banda maradt.
ezen is millió hülyeség történt. A következő tanévben pályát választottunk. Persze csak ők, én nem. Ti könnyen, ti nehezebben. Volán közlekedési technikumba ment. Bohóc gimnazista lett, aztán színész. Holba agronomus, aztán vádogos lett, hogy miért nem tudom, talán rokon szakma. Zsíros Jóska, boxoló és pincérnő. Gyurka, természetesen lakatos, többszörösen kiváló. Benyó és Kapi műszerészek. Pati könyvtáros. Cirkli asztalos, hosszú esztergályos. Rövid szerszámkészítő. Kista gimnáziumba ment és jól fotózott. Aztán tanára, akár... Mese Meskete csoport előadja Csukás István Szempillám mögött, Utazás a Szempillám mögött című színdarabot. Hová gurult? Hová a csodába gurult? Így sincs, így sincs. Hol van? Hol keresem? Várjunk csak, gondolkozzunk csak. Mikor hazajöttem, még megvolt. Vagy már akkor sem volt meg, de egész biztosan megvolt. A gyönyörű üveggolyóm, piros, kék, zöld csíkok voltak benne. Ilyen gyönyörű senkinek nincs, most már nekem sincsen. De hová volt? Hová a csodába volt? Így sincs, így sincs. Kapi, alszol már? Ágyban vagy? De bemegyek, ágyban legyél. Ágyban vagyok, már alszom. Na jó, ezt már szeretem. Álmos színeket. Hová a csodába tűnt? Hová a csodába? Ki szólt? Ki az? Nem látok senkit, csak egy kalapos díszöket. Te szóltál? Na végre! Én! Persze, hogy én! Ki más? Már egy fél órája hűmögök meg ráfogom. Engedd meg, hogy bemutatkozzam. Én vagyok a követ. És itt mögöttem álomré, álomjátszótér, vagy amit csak álmodni akarsz. De az biztos, hogy én vagyok a követ. Követ? Miféle követ? Én tudtam, hogy te pont erre fogsz mozogni. Erre fogsz utazni a Szempillár mögött. Te tudtad, hogy erre jövök? Én még ennél is többet tudok. Hisz azért vagyok követ. Azt is tudom, mit keresem. És mit keresem? Az elgurult üveggolyódat keresed, és hozzá kell tennem, hogy jó helyet keresed. Éppen azért vagyok itt, hogy átadjam az üzenetet. Ki pisszeket? A mi? A hangját. Itt vagyunk a fűben. Hajolj neki. Mit tudom? Csak az számít, csak az számít. Csak az, hogy ne féljed vissza. Nem félek. Egy szóval csak azt számít, hogy átadjam az üzenetet. És mi az üzenet? Azt csak akkor mondom el, ha megtaláltad az üveggolyót. És merre keressem? Arra, arra. Egyenesen előre. Köszönöm. Jó utat, és ne felejtsd, itt várjak az üzenettel. Nem felejtem. És te mit mondasz? Merre keressem? Hallottad, egyenesen előre. Hát akkor egyenesen előre. Viszont látásra! Várj, várjál meg! Ne siess annyira! Nem bírunk követni! Szedjétek a lábatokat! Könnyű azt mondani, hiába szedjem, ha nagyon akaró, hajjal most loholhatod. Én megmondtam, de tök... Megmondtam, viszont fogharni! Mi vagyunk a szófagyarú seregélyek, és így...
Segítenétek? Az üvegmolyomat keresem. Boldogan, ez éppen nekünk való. A puszta eszünkkel fogjuk találni, hogy hol van az üvegmolyó. Elmúlt. Honnan múlt el? Innen a zsebemből. Este vettem észre, hogy kikadt a zsebem. Most merre keressem? Ez aztán egyszerű kérdés. Akár a levegőbe fogod, akár a föld alatt, de csak a földön mehet utána. Mivel repülni nem tudsz, se a föld alatt urakodni, marad a föld, jobbra keres. És te mit mondasz? Merre keresem? Ne hallgass rá, borra es. Világos, köszönöm seregélyek, viszont látásra. Várd meg, hol voltál? Hol voltam? Hol voltam? Utána siettem, sőt rohantam, csak hát picit a lábaim. Mit mondtak a seregélyek? Hol keresik az üveggolyót? Azt mondták, keresik jobbra is, meg balra is. Cicakot senki sem mondott, cicakban fogjuk keresni. Nagyon jó ötlet. Mindjárt megvirrad, és még sehol semmi. Jót akartak. Én meg az üveggolyómat akarom. A szép, síkos üveggolyómat. Egyedül senki sem lehet elég okos. Nem lehet. De vegyétek tudomásul, hogy én egyedül is okos vagyok. Én vagyok a legokosabb a játszótéren. Nem is értem, miért vitatkozom vele. Mi vagytok? Hangyák? Mit láttok a fűben? Mit tudtok ti? Ki hívott? Mielőtt megyünk. Megváltottam minket. Hát akkor megyünk. Menjetek csak, nincs szükségem barátokra. Akkor el is megyünk. Menjetek. Megtalálom én egyedül is az üveggolyómat. Nincs szükségem senkire. Elegem van a jó tanácsokból, de meg a barátokból. De merre keresem az üveggolyómat? Erre. Mi ez a sötét? Hol vagyok? Félek. Nincs itt senki. Hangyák, gyertek vissza. Megbántam, amit az előbb mondtam. Bocsássatok meg. Ha megbántad, akkor itt vagyok. Hangyák, de jó, hogy itt vagytok. Bocsássatok meg. De merre keresik az felkülőt? Mit szerettem? Szaglász, hogy szivattam, nyomot keresnek. Azt igen, azt nagyon szeretünk. Ott aztán nem számít a sántosám. De nem ám, nem akarunk rendszerni, de ebben ő behetetlen. Segítenétek nekem? Persze, csak mondd már. Az üveggolyómat keresem, kiesett a zsebemből. Igen, kiesett. Most ne zavarjatok, most koncentráljatok, vagyis összeszedjük az eszemet, amennyire csak tudom. Engedd meg, hogy megszagoljuk a lyukat a zsebedet a nyomozás érdekében. Ez a lyukat. Aha. Na még egy kicsit. Ez az. Megvan a szaga. Itt van az orromban. Igen? Akkor szimatolj, te felhetetlen világban. Itt sincs. Megvan. Arra burul. Gyertek utána, csak óvatosan. Mégiscsak jó, hogy találkoztunk egy igazi detektívvel. Mi lesz már? Már nyomon is vagyunk. Igen. Jaj, de jó. Akkor rajta, gyerünk. Mire várunk? Mi van? Bedugult az orrasok. Stop! Vagyis állj. Véget ért a nyom. Nincs tovább. Valahol itt kell lenni az üveggolyónak. Itt? De hol? Kérdezzük meg. De kitől kérdezzük?
meg? Mi lenne, ha egy kicsit csöndbe maradnátok? Mi lenne, ha befognátok a szállatokat? Már befogtuk. Látsz valamit? Hallok. Ha erre tartom a fülemet, határozottan hallok valamit. Mit hallasz? Hangokat. Már én is hallom. Tompán szól, mintha földön olyan. Nincs igaz a bolcsa seregélyeknek. Keresd a földön. Légy egy kicsit csendben, onnan jön. Hol vagyok? Hol vagyok? Itt vagyok az egérjukban. Hogy az ördög bújjon bele, hogy az ördög hasítsa a szíjat a bőréből. A csuda vigye el, a nyavaja törje ki, a hulló válja ki a szemét. Hű, de mérges. Ki az? Mi az? Hol vagy? Mi bajod van? Hol vagyok? Hol vagyok? Itt vagyok az egészségben, hogy az ördög bújjon bele. Gyere ki! Hát én ez az. Nem tudok kijönni. És miért nem tudsz kijönni? Mert bedugod az egészségben, az a fránya üvegbolyó, hogy repedjen 100 darabra. Az üvegbolyó? Az üvegbolyó! Na végre! Már azt hittem, ott törekszem meg az egérjukban. Mi? Egy egér! Egy pukkancs egér! Hii! Te is pukkancs lennél, ha vesz a hírlanás üvegbolyó. Miért kurigáldol vele össze-vissza? Ezer macska farok már nem haragszom, csak tudod egy kicsit indulatos vagyok. Siessünk, siessünk, mindjárt megbírod. Vár az üzenet. Igazad van. Köszönöm az üvegbolyót. Szívesen. Siessünk, siessünk, gyerünk, gyerünk, fussunk, fussunk. Te nem jössz? Nem vagy kíváncsi az üzenetre? Jövök, jövök, persze, hogy jövök. Siess már, ne maradj le. Már megint ez a futkosás. Azt hittem a szegerek jobban futnak. Lári, fári. Te mondod nekem, te törtem mondja. Én jutom, ha tudsz. Állj! Nem látok semmit, nem látok senkit. Köhög már egy kicsit, hadd tudjuk merre vagy. Üdvözöllek. Át kell adnom az üzenetet. Siess már, mindjárt megbírod. Így szól az üzenet. Ha az üveggolyóban nézem, mindig megtalálsz minket. Ez az üzenet. Köszönöm az üzenetet. Szép üzenet. És köszönöm nektek, hogy segítettetek nekem. Ennyi barátom még sosem volt. Mi köszönjük a nyomozást? Jó kis szimatolás volt. Sokáig emlékezni fogunk rá. Siessünk, siessünk. Mindjárt megbírod. És a legközelebb erre jársz, mindent keres meg először. Megkereslek titeket. Ezer macska farok már nem haragszom. Gyere bármikor. Jövök, nem felejtem. Repíts messze szél, a szívünk dallamát, remélem, hogy sok gyerek majd énekel velem, e dallal én most nekik.
Zoltán Énekzenei Katolikus Általános Iskola Podályos Szóbeszéd csoportja előadja a Volt egyszer egy szúnyognyár darabot. Na, mit hoztam nektek? Na, zi, zu, zá. Tessék, egy nagyon-nagyon finom koncert. Jaj, ne! Már megint ketchup. Nincs véletlenül valami más? Mondjuk, tejbegríz? Jó volna már felnőni egy kicsi zu, és nem ezeket a kisdett kajákat szopálni. Mama, akkor nem kaphatnánk egy kis szupút? Na, csak egy kis kortyocskát. Honnan tudtok ti ilyenekről? Jaj, mama! Hát, látjuk, amit esténként nem húzod a szúnyogírtós üveget. Azt meséli, állítólag az nagyon cool. Az öreg Ző bácsi azt mondta, hogy egyetlen egy korty felér két adag vérpálinkával. Na most aztán elég legyen, mert mindenkinek eldugaszolom a szívószálát. Akarom mondani a szívócsapját. Hogy ilyet kelljen megélnem. Hogy a saját véreim meggyanúsítanak, hogy vérhelyett szúnyogírtót iszom. Le kell dőlnöm egy picit, mert felment a vérnyomásom. Még ilyet? Jaj, mama, nem fogjuk több észrevenni, ha iszod, csak gyógyulj meg. Ja, oda se fogunk majd nézni, ha előhúzod a butkast az asztal elől. Ne aggódj, mama. Mi nem tudunk olvasni, így azt se tudjuk, hogy arra az üvegre az van ráírva, hogy szúnyogírtószer. Arany drága kicsikéink, nekünk szúnyogoknak a vér a legfontosabb tápláló. Ez ad nekünk erőt, jólétet. Ettől hízunk és gyarapodunk. Ezért is haragszom rátok, amikor pizzát rendeltek meg sajtburkert. Az nem étel, azzal nem lehet jól lakni. Na és ez a chipsnek nevezett maszlag? Mama, az chips! Ha ez így megy tovább, még a végén megjelennek a vegaszúnyogok. És akkor a szívócsákomra tűnik szétenem. Holnap kezdődik a nyári üdülő szezon, és sem segítok a finomabbnál finomabb ember, férfi, nő, gyerek. Végre jól lakunk a sok koplalás után, és nyár végéig elfelejthetjük a konzert. Mama, az öreg Ző bácsi azt mesélte, hogy az embereknek fáj a mi csípésünk. Ja, és hogy biszket nekik, és feldagad olyan piros húlyatra. Nem kell vele törődni. Az öreg Zőt már elitte az élete vérét is. Bár én is hallottam pár ilyen mentemondát, de nem kínálnak nyavajogni az embereknek. Ja, egy pici csípés, meg sem kottyan nekik, de nekünk. Ez a mindenünk, ez az élelem forrásunk. Enélkül meghalnám. Mama, mennyi véle van egy embernek? Titkos források szerint úgy tudjuk, hogy 5 liter. De hát mi csak 1-2 millilitert iszunk, csapolunk meg tőlük. Ezért van ez a nagy hajcihő. Mi az az 5 literhez képest? Fél literrel 18 nemzedék vígan elérhetne. Ja, 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 az emberek csak sajnáltatják magukat, ez vérlázító. Ja, ez vérkíván. Gyerünk, támadás! Majd holnap megyünk, hogy együnk. Azt tudjátok, hogy az emberek vére olyan érzéseket ad nekünk, amilyen az ő hangulatuk? Majd csak figyeljétek meg holnap. Ha egy szomorú emberbe vájod a szülnyödat, a megkóstolt vértől te is szomorú leszel. Így lesz ez akkor, ha vidám vagy szerelmes a kiszemelt áldozat. Nagyon izgi lesz, de most már alvás legyen. Tarifa csomagot tudom is én.
miért kell mindenkinek mindig minket zaklatnia? Hát te meg ki vagy? Hello, I'm Red. Red from England. Te jó én. Te vagy a kicsi Red. Te vagy a ször Archibald unokája. Hát gyere a keblembe. Mindjárt megzabálom a szívócsövedet. Mutasd magad. Még lárva voltál, amikor utoljára láttalak most meg. Kész kifejlett szúnyogcsalban. Mama. Árjú mama. Ó, én már nagyon-nagyon veli vártam a meetingünket. A találkozást. Ször Árcsi bácsi mondta tűnni, hogy te lenni valódi tündérke. Bőfér. Na, ne higgy engem Ferinek. Nem vagyok én Feri, hanem neked is csak mama. Gyere beljebb, ismerd meg a gyerekeimet. Hi everybody, hi mindenki. Hallottátok, mit mondott ez a szigár szúnyog? Ja, hogy hájas mindegyikünk. Szép és belépő. Jobb lett volna, ha otthon marad a szotrohán. Egész télen koplaltunk, konzerveken jártunk. Most meg idezünk meg elénk ez az angol szúnyog és kritizálunk. Hát szerintem nekünk tök jó az alkohol. De a tiéd egy kicsit olyan töltött, mint egy véres lupa. Gyerekek, fogadjátok zümmögő szeretettel. Egy darabig itt fog lakni velünk. Na, akkor én alternatba megyek. Én pedig nem megyek a pistóra a haverokhoz. Én maradok. De kérek abból a baromi erős szukuból, hogy kibírjam a megpróbáltatást. Gyerekek, nem megy senki sehová. Nem iszik senki semmilyen rovarért túlszállít. Gyere, kicsiért. Szólíthatlak Ferinek? Yes, mondani igen. Ki tanított meg magyarul beszélni? Ször Árcsi bácsi, mindig mondta Hungarian is. Magyarul is. Tudok én közmondásokat is. Ez az Árcsi, ez egy fantasztikus gavallér. Imádom! Akarom mondani, nagyon szimpatikus, ahogy gondolkodik az idegen nyelvek megismertetéséről. Hát persze, hát hogy ne, szerelmes a mama! Én mondani közmondást. A szúnyogok már a spájzban van. Meg az, hogy ahány ház, annyi csípés. Na és az, hogy szúnyog a szúnyognak, nem válja ki a szemét. Ettél ma már valamit, Redi? Nothing. Semmi. No blood. Nincs vér. No vér. No vér? Nővér! Nővérkém, veled akar beszélni, Redi. Sok konzert elvitte az agyadat. Nem hallott, hogy éhes? Redi, itt van egy kis konzerv, egyél. Ti pedig most menjetek aludni, hogy holnap nagy nap vár ránk. Bye. Én nem fekszem mellé, nem csípom a bugrát. Árcsi, ez egy átkozott túl jó szúnyog, pasi. Tisztán emlékszem minden együtt töltött pillanatra. Ott zümmögtünk a Big Ben alatt, a szárunk összeért, hajaj! Ez egy igazi úriember. Egy olyan nagybetűs szúnyog. Újra szólít engem, talán
nektek megyünk vadászni. Ne feledjétek, akit megszúsz, olyanná válsz. Hányszor megmondtam már, Géza, hogy tedd el magad után a papucsodat? Hát az előbb majdnem kitörtem a nyakamat. Különben is, mit írsz ott a fotelben, itt egy jól lakott napköz is? Hát csináljál már valami hasznosat! Hogy miért nem hagytalak már el? Mert ez az áldott jó szívem az. Na mi van, kicsákó? Mit nézel? Nem tetszik a szitu? Nyikon van a pedig én szerettem. Mindent megtettem érte. Csak kihasznál. De most majd megbosszulok. Megemlelek még én. Biztos úr! Higgyel! Lehet, hogy tán ittam. Lehet, hogy tán torgok. De részeg nem vagyok. Csá, izé, Sanyi. Csá, tesszok. Hú, öcsém, képzeled el, vettem egy izé. De ez olyan izé, hogy izétől izéig tart. Nagyon izé. Ja, és ha visszaizélod rajta azt az izét, akkor izé, nem áll izé, sem. Annyit hittem, hogy úgy repülök, mint egy nehéz bombázó. Igyázz, kicsi zám, mert ott van mögötted egy ember. Mama, segíts, mama! Zák, kelj fel! Mit butáskodsz, kelj már fel! Ez meg mi a vér? Mi ez? Maga segíts, nem tudok kijönni! Vigyázz, kicsi Zú, mert beleragadtál egy pókháromba, mindjárt jövök! Mama, segíts, moccanni se tudok! Mama! Freddy, oda néz, ott van a nagy neonfény, a gigantikus csábítás ne továbbja. De van ott egy neonlány? Én erről zsímingeltem, és álmodtam kiskoromban, hogy én egyszer elmenni a lányba, ahol minden szép, és nincsenek gondok, és nem éhezünk. Gyere, menjünk át a boldogságba! Mama, szeretlek, megyek a nagy fénybe! Megyek! Mama, mondd meg Tuhácsi bácsi, hogy én mindig is nagyon lávingoltam őt forever. Géza! Link, mint a nálod végig! Most mi lesz? Mindenki meghalt. Zi, Zú, Zá, Redi! Drágáim! Nélkületek nincs értelme így az életemnek. Géza! Likvidálod végre az összes szúnyogot, vagy nekem kell ezt is elintézni, te feszetosza! Csinálom, muszókám, csinálom! Már csak egy repked, de adok neki, ne félj! Ó, Istenem! Miért nincsen két életem? Na, végre! Hogy utálom én ezeket a szúnyogokat? Batthyány Kázmér általános iskola érkezett Siklósról, csupaszív csebegők csoportja, Hamupipőke, ahogy mi meséljük című színdarabot adják elő.
mosahája. Mosahának három láma, kettő sánta meg egy kába. Éjjel-nappal ő piszkálta. Nem volt neki nyugodt perce, csak mikor az epret szedte. Ágya sem volt, csak a hamu. Higgyétek el, ez most nem kamu. Ne velem más, mi is lehetne? Ő a szegény hamutőke. Róla írtunk mi egy mesét, hogy elnyerjük a zsűri kedjét. Kezdődjék is a színdarab, reméljük emlékezetes marad. Isten boszka, barátom, levelet hozott
Dumánhol. Siessenek, a bál egyre gyorsabban közel, és mint lányok, királynék, találkozunk legközelebb! Épp arra vagyunk, ne havazunk, ha kastélyben falatkozunk. Nekem illik rám és mondva, jaj, meg vagyok korondulva. Hol a ruhám? Hol a prém? Hol a púder? Hol a krém? Bámulj ma is a férfi szem, mert a párnak én viszem. Este én is elmentem, a bálon én is néztem. Ne hatanász előttem, Berna Holger, mit képzelsz? Te vagy a Schwarzenegger? Nem érdekes, honnan jöttem, nem lényeges. Messzi föld
földről hozott ingyom, na most táncoljunk ingyom-mingyom. Nem találok semmi hibát, forog velem már is a világ. Táncoltunk mi már eleget, na de én most hazamegyek. Ne siess, te rád vágytam, te vagy itt a legszebb a bálban. Sietnem kell, álmom véges, nem vagyok én erre képes. Ó, a cipőm elvesztettem, ó, Istenem, hol keressem? Mindjárt éjfeltett az óra, be kell szállom a hintomba. Isten veled, édes árom, aki a cipő, az lesz párom. Az országot én végigjárom, míg én őt meg nem találom. Thank you.
próbálok. Habó! Van itt valaki? Habó! Jó reggelt kívánok! Nem akarok betörni, de nagyon fáradt vagyok. Muszáj megpihennem valahol. Habó! De sehol senki. Ez egy iskola lenne? Szellemes. Végül is szellemvárosban vagyunk. De ezek a szemtelen szellemek nem jelentek meg. Elcsellettek. Hol eszetlenkedhetnek? És hol lehet a halál? Talán az is láthatatlan, mint az én jövedelmem. Üres a zsebem. Üres a hasam. Ennek kellene. Reggel van, tehát reggeli, és inni hozzá egy teát. Milyen jó, még nem szikadt meg a zsemmet, mondjuk a paprikát nem szeretem. Maga a kolbás sem, de amúgy sosem ettem ennél finomabbat. És a tea? Hű, de jó édes, biztos tettek bele vagy 6 tanár cukrot, tudnak élni. Amíg a vércukor hagyja őket, vagy amíg lesz cukor, ha ilyen ütembe fogyasztják, hamar kifogy. De lehet az is, hogy boltba mentek a, de hát akkor nem is szellemek, remek. Remélem nem bánják, hogy egy kicsit eszem. Kicsi az eszem, de még nem ment el, mint ezek. Láthatatlan kezek kezelik ezeket a gépeket? Nocsak, mit dolgoznak, vagy játszom? Na lássák, kivel a dolgokat a szellemeknek, hogy elpakolották. Van itt valahol egy szelektív kukam? Érdekes egy hely, ahol a gyerekek nem valódiak, de a szelektív kuka igen. És az étel sem virtuális, de a tanulrák igen. Nos, azt hiszem, hogy én az egész valóban álmos vagyok, és aludni fogok.
drága, rajtad igazán nem múlik. Múltkor is rajta kapta, hogy megigazította a laptop töltőt. Igen, és majdnem elmosta a tárgyalatéjét. Sőt, megigazította a maszkomat. Fúj! Csak az ne! Csak kedveskedni akartunk. Ezért még számolunk. De most nézzük, hogy mi történt. Ki törölte ki a szemetet? Ki söpörte össze a szemetet? Ki játszott a Minecraftommal? Ki az, aki vizet forra? Ki csinálta meg a házunk? Kinek a parfümje játszik? Fúj! Csak az ne! Ki üzett a tanárnőnek? Te jó ég! Akkor nekünk lőtte! Új jelenléti oktatásban kell részt venni. Búcsút mondhatunk a itthoni bányászatunknak. Mit írt neki ez a szellem kép? Azt, hogy azért nem vagy a tanárnőrán, mert bementünk az iskolába. De biztos későbbi busszal. Esetleg dugóba került. De hát nem is kerültünk dugóba. Miért, Jenna? Most szerinted a sülibe vagyunk? Te elhagytad a dugót a koponyádból, és kifolt az agyad. Ne bánsz szegény, így is az ő árfolyam a legalacsonyabb. Én nem megyek vissza ellenétibe, ti sem, hisz mi még olyan pozitívak vagyunk. Papírról lejárt, a tesztet nem lehet meghamisítani. Ez nem egy számítógépes program, amit nem tudsz megtenni. Valamit pedig tenni kell, hiszen már csupán pár hét is még lesz a világ legnagyobb titkói részesedése. Csak bányászni kell, serényem. Azt nem tudunk a bevegyük tanulni. Tudjátok, az iskolában. Fúj! Csak az ne! Két problémával nézünk szembe. Az egyik az idegen, a két órán pedig körülöttünk. A másik a lebukásunk. A hitfolyam projektnek ez lenne vége. Holnap mehetünk vissza a suliba, különben kitüldik a gyermekvédelmet vagy a labot. Nagyon boldog látunk a kedves Eurózi. De az imitáció nem ennyire súlyos, mint a mondatai. Sőt, az Omid 22-t ez sem lehetne ennél negatívabb. Végül levetjük ezt a fia maszkot. Jenna, neked az Omid-ban a helyed. Nem is az iskolában. Nem tudom, mi a nyavajának vettünk be a projektbe. Annyi sütni valót van, mint egy szeretett fokára. Fúj, csak az ne! Meg is van a következő projekt. A szelektív kuba házunkban. Ki is bővíthetjük. A műanyag, papír, fém és üvegrészek mellé felvehetjük a... Lelkiszöntesed a funkciót is. Ez már több a soknál. Gyere, kiszáll, szemét ügy. De hatan hatékonyabbak leszünk. Megmentjük hitkai bizniszünk. Dolly, ez most nem vers és prózamondó verseny. Vegyük szépen sorba, mit tehetünk. Először is meg kell találnunk az árulót. De hisz itt áll előttem. Én nem is. Én még hittem a Coinban, ám most ez az új fenntartható projekt jobban érdekel. Figyelj csak, az én jövőmet hasznosítsd újra! Van benne valami, amiben nem várni is. Lányok, eltértünk a tájtól. Jenna csinálja, amit akar. Felelem még iskolába is mehet. Fúj! Csak az ne! Utassuk fel a betalakadót, aztán nyíljunk a terálinak, hogy évegyűző küldjük el az innen. Nem túl meggyőző, de egy kis hitkönyvön elmegy. Csak nem erre akarod felhasználni a keserésen megfelelzett kriptovalutákat, az összes megújuló energiát rá. Még mindig jobb, mint felelni a teljes projektet. Lányom, megvan a tettes! Itt aludt Jenna fülkében. Kapaszkodjatok meg, egy fiú! Fúj! Csak az ne! Azokkal gondolj, te kivel is honnan jöttél. Egyáltalán hogy mertél betörni az otthonunkba? Nem törtem be. Magától jött ki az ajtó, itt a mesében a Szezán. De nem ebben a mesében, nem veszem le. Szezán egy festő volt, mutatta a kormányban. Lányom, azt hiszük, tudjuk ki ez a srác. Nem is tudta, hogy az én engedélyem nélkül fiúk után koslattok. Ez egyáltalán nem igaz, akkor sem koslatnék fiúk után, ha megparancsolják. Inkább megparancsolni a magam. Csak arról van, hogy látjuk már ezt a fiút a hírekben. Jaj, csak nem került ebben a tévébe. De te nem az a fiú vagy, aki egy hete elszakadott halott?
baj, fehér ló fia, övé a kincsem baj. Az anyukát pedig Obszidiának, a híres jazz énekesnő. A te anyukádat pedig biztos médiának hívják, hogy így mindent tudsz. Igen, ez igaz, mint amit mondhatok, csak azt nem tudom, hogy hallottátok-e, hogy a Kvarezsvárt anyától és egy celebrita a mostoha anya, aki ki nem állhat engem. Szerintem még el is akar tenni lábbalot, ezért szöktem meg. Na ne! Celebrita! A tükröm, tükröm, sószárja! Ha lesz egy kicsit, olyanra maradtam magam. Fúj, csak azt ne! Legalább az ízlésed nem rossz. Nekem őszintén szóval az édesanyja sokkal szimpatikusabb. Akkor a tárgynál fehérjével ezzel. Jól benézték ezt a nevet. Szózdítsatok inkább nekinek. Az legalább megjegyezhető. De hát az nem egy kutya név? Mi? Az ében ezzel, nem a blöki. Gyakorlatilag aztán egy drogós macska vagy. Blacky. Nem így kimondani, hogy fekete. PC van. Mindegy, sem azt én sem mondném nem számít, csak azt, hogy üldöznek, de szeretnék egy kis időre megkúzódni nálatok. Értem, hogy menedéket keresel, de az ne változtat azon a tényen, hogy engedély nélkül betörtél az otthonba, s ráadásul alaposan felborítottad az életünket. Hát azonban nem lehetett volna mi tovább borítani. Még csak azt sem mondhatom, hogy rendben lehet mindennek, mert nem valami divatosan voltál szétdobálva a holmédó. Én azt hittem, hogy örültök, ha elfakulok utánatok, legalcsom a gépeket, megcsinálok már házit, cserélőket bekaptam egy szanyót, és itt a megkistál. Éppen ezzel hoztál nagy bajt a fejünkre. Hát ezzel nem tudom. Elrúgok a kisbolba, és hozok nektek kaját. Ja, mégsem. Nem a szendvics a lényeg, hanem hogy a tanáraim gyanút fogtak öcsi sajt. Ugyanis van egy kis vállalkozásunk, a hitkönyvhelyet. Itt bányászunk, és ha elégzik, hiszünk minden, a kriptovaluta valóra váltja az álmainkat. Ugyanis a kereskedők elhiszik, hogy valóra pénz. Gyenda! Nekem már mindegy, én kiszálltam. Én a lelki és a szelektív kukákkal vagyok. Tudom már! Megvan! Mi a baj? Aztán viszlát! Nagyapám szokta mondani. Kritikus bácsi, a legnagyobb bajban is csak a hasára gondol. Tudtam, hogy virágot kellett volna mondanom, vagy legalábbis csokit. Fúj! Csak az ne! De hát mi lesz a maláinkkal? A hajnék hagyján, de mi lesz a jegyeinkkel? A hiányzásainkkal? Pornosuk veszed be viccelő, amikor ilyen komoly dologról van szó. Ráadásul te nézted elő! Mégis mit jövő. Szerinteket tényleg ide jönnek a tanárok? Hogy az óriások? Óriási, te meg hiszel a mesékben? Már tényleg. Hol lesz az őskorban? Nem az őseiteket hallottam. A szüleiket? Gyerekek, ezennel a mesetábornak vége. Megyünk haza, holnap meg iskola. Kifeleltettétek, hogy nyújtsuk ezt a zászlót. Egyébként jók voltatok. Már kezdett úgy csinálni. Egyébként kösz. Nem tudnám már üzre pársak közbeszólást találni? Őszintén szólva, olyan idétlen. Ezt a szelektív kukát is elkívhatnád. Tényleg nem akarok panaszkodni. Olyan büdös. Nekem meg olyan kevés a szeretem. Nem érne hozzá még pársak. Te panaszkodni. Én szinte nem is létezem. És holnap tényleg rendelsz pizzát. Mert sok is, különben össze-vissza puszilunk! Fúj, csak azt ne! Róka és a holló megírta ez ópusz. Mindannyiunk előtt ismerős ez ópusz. Mégis elismétlem a témát pár szóval, majd megtoldom néhány variációval. A téma. Felcsücsült a holló a gyújtásra ágán,
csőrében nyúlnak sajt fogyasztása várban, és arra kószált bússan a ravaszi róga. Nem láttam már sajtot fagyos szentek óta. Hogy téged látlak, elszáll komor kedvem, s felújongva törföl mohó gyomornedvem. Dollad óbet ékes, hogy madár király légy régen esedékes, és a neved holló, oly olvadó, omló. Csak a hangon nyitrod, mint egy rozsdás olló. A dicséret szép szó, ám de a bírálat már olyas valami, mint ki nem bír állat. Így hát a holló, hogy meggyőzze a dőrét, majd egy kárcsolással tartotta ki tőrét. Közi a krappistát, ezt vártam régóta, ezúttal elnyerte tetszésem a múlta. És mi lenne, ha a holló valóban szépen énekelne? És klasszikus művetséggel is rendelkezne. Rendben, akkor egy kicsit finomítsunk a történetet.
Ez aztán a mesé. Na, ki mit ajánl nekem? Nem, köszi. Hola. Ez egy holland elnevezett várostól készült saj, pasztőrözött tehén tejből készül. Nem, köszi. Jó Isten. Laktózmentes. Ennek a zsír, cukor és szénhidrát tartalma 0,1 gram. Te vagy az én emberem. Garantom. Holunk. Pont, mint egy mesében. Te a tiéd, én az enyém. Akarom mondani. Te az enyém, én a tiéd. Tudtam, hogy be fog jönni ez. Az előzőek alapján legalábbis. És a mesének még nincs vége. Na jó, most már lehet, hogy meg kéne valahogy fejezni. Szia, Holló! Szépek a tollai! A hangod is olyan szép! Énekelj nekem egy kicsit! Jaj, csak egy rövid dal! Most mi van? Nos, ebben a történetben a holló néma volt, a róka pedig süket. Kérjük a elnézésüket. Köszönjük figyelmüket! Egyszer régen, nagyon régen, zúgó erdő közepében három sulak összegyűltek, Sejjelfűre település. Fogjál meg! Miért mindig én vagyok a fogó? De te vagy a leglassú. Nem is! Nem is! Na jó, most ne szekélj a fogó, de ne is ügyeskedj. Nyuszil a fűben, szépen szundikálva, nyuszik talán. Répát teszik, rop, nagyot ugrik, hop, hop.
utat, jó tojó. Elvitte a ruka. Három
aludj szépen, összebújva békességben. Koltbéli csónakos címmel adja elő műsorát. Mesék mondok nektek szerelemről és barátságról, hűségről és állulásról, nagy királyokról és cimborásról. A mesés időkben történt az eset, mikor az istenek még néha a földön barátoltak, és az emberek ismerték a hold és a szél szavát. Még akkor volt akkoriban a keletős Magyarország királya. Egyetlen lány és 10 fiacskája volt, akiket nagy szeretettel nevel. Míg a földi királyának fiát, medve fiát is maga mellé vette apónak. Még apó lányát pálma szemmel hívták. Ő volt a legnagyobb király, és asszony szélese világon. Esténként az ablakon ülve bevonult a holdat, érkező sávon. Egy szép napon azonban minden megváltozott. Súlyos vegyenek, gyors a szárnya, kemény a csőre, szép erős súlyos vegyenek. Mióta vágyultam egy gyorsak kis őnek, csak nincsen itt pénze. De ha talán elég olcsón adja ez a gyönyörű lány, tudok venni magamra kedvet. Hogy az ára a súlyomnak kedvet? Hogy is fogadhatnék el tőle pénzt, de ingyen akármelyik a kézhez. Válasz ki, amelyik a legjobban tetszik. Ha már ajándékba kapom, akkor a legsatnyábbat, a legsinányabbat tartom. Azt a kis fejét gorsot kérném, amelyik ott bubbasz. Jól válaszolt, kis uram. Ritka ez a súlyom. Ezen esztendőben egyszer feltűnt a tojásban. Szárnya gyönge, rögtön rövid, de bűnös ereje van. A cukor előtt ünteted, azt állt a cukorban, amit akarsz. Na de szaladokat hallom, érkezik a vendégek. Azért jöttünk, hogy feleségül vegyünk egyetlen lányodat válaszolni. Nagynak tiszteltetése számomra, de mégis zavart érzem. Mindannyiótokat tisztellek és becsüllek. De egy mennyasszony van, és miért kérünk? Hogyan lehet itt igazságot tenni? Senkit se szeretnék megváltani. Nagyságos égapó fejedelem, a vitézek közt vitatámat targal szokták előtte. Nem, minek mondanám, hogy akkor mindenki gyűjtsen össze annyi ajándékot, amennyit csak bír, és azért érjük rá a szent kezét, aki a legtöbb ajándékot hozza. Ez sem tetszik nekem. A lányom nem tanító, hogy elmondja, és mindenki a felézre. Akkor a barázás erejében érjük össze tudást. Ne folytasd, a lányomon kétszeres a lúgát. Akkor tartjuk énekverseny, zengő hangunkkal, egy szép dalunkkal hódítjuk meg pálma szemet. A legszebb dalomban van a legszebb szomorúság, nem akarom, hogy a lányom félre szomorú színű legyen. Halasszuk el a dalt és holnap. Igen, ballag, ki a csoda lehet az? Talált ki?
Ilyen titkolózónőt elnyert vennék feleségül, ha százszor magyar királylány is. Én már nem mennék lakjárgyhoz, rétszarvas bőrölni, és folyton csak halat enni. Akkor menj a krétai királyhoz, van narancsal, meg citroma, de tudod mit? A sorom segítségével megmutatom neked a kérőidet. Fába szem, hol vagy, hova lettél? Fába szem,
szemes, abban csaló, hideg, ábrános égi testbe, a mindenségig eltek a butalányak meg a holdjának. Daloldottod, igen, vallag az ő édes arja, de én nem értettem, végre tudom. Yeah.
a murak, a forrálók, árnyék, meg a darabkosók. Biztos, hogy jó a könyved? Hát, a nőrám szerint ez a legjobb receptgyűjtemény a világon. A nagypotet is ezzel marad a kuhára, tehát a kenyérre lehetett kenni az öreget. Egy főzet ebből, és a mamika azt kérdezte, hogy vén smúcikot, ami csak akar. Amikor lelökött, vén smúcikot! Jaj! Bocs, megfogsolt is elkezdődött. De azért tudtok valamit? Tudunk bizony. Már érted, hogy mire gondolkodjuk a nevekát. Mutasd csak azt a zsinományt. Gasztronómia, enciklopédia, nem csak bloggereknek. Szegélyes csíkúdán legyek a vágómihez, de tényleg finom. Csak sajnos ettől még benne vagyok a kulimázban. Valahol nem varázskönyvekkel. Működő, és még ma, a megrendelő már tűködő. Még hogy gasztronómia, vagy bloggerek, agyára mennek ezek az új főzetek. Na de várjál! Visses boszi főzet, bloggerekkel főzetve, békanyállal tetején. És köszönöm, jó szépen, elég lesz, jó! Lenne itt a recept, de annyi minden kell hozzá. Csupa olyan dolog, ami keresztül a mint oldalunkat. Alig a kaphatod. Hallgassam csak. Vigyázz, még eltéved. Igen, ez valódinak tűnik. Talán kipróbálhatnánk. Végül is mit veszíthetünk, nem igaz? De halljátok, tényleg jó sok minden kell bele. Talán egy-két dolgot potálhatnám mással. Egy-kettőt meg kiadhatnám. Végül is mondasz valamit, és itt lakunk a kocsán mellett. A legtöbb csúszómászó helyben van. A többit majd még meglátjuk. Szedjetek össze, amit csak tudtok. Mindent, ami a szemetek előszedjük. Valahonnan varázsfőzet kell. Működő, és még ma. A megrendelő már tűkönő. Nekem a nagyanyámat adott egy könyvet.
benne van az, hogy hogyan is kisz emel egy ajtót, vagy nem? De is. Jó, de el van mosolva a mellékhatás. Hát én ezt biztosan fogok kipróbálni. Én bevállalom. Én most kikérdezem, hogy bajod lesz. De olyan nagy bajom csak nem lehet. Hát de figyelj, megvan az ötös, annyi kell a tökhet elenged. Mozdulva. Tényleg, menjünk mozdulva. Jó, oké, jó. Tényleg, mondd valaki nélkül? Nem lesz. Jó, fizessek. Én már imádatok megyek, oké? Visszamennék a múltba egy szép emlékhez, mindenképp a kis tesómhoz mennék, és megváltoztatnám a magamat. 2013. április 1-én született, vártam haza így, azt változtattam meg, hogy hazajönne anyukámmal, hogy nem lenne beteg. Igazi testvéreként viselkednénk. Vigyázz ránk fentről, és tudom, hogy egyszer még találkozunk, mert anyukám mondta, ha kell, a varázslathoz is fordulni. Szia, Anna! Pont téged kerestelek. Szia! Miért? Hát, mivel nem jöttél velünk moziba, azért gondoltam, csináltál velük. Oké, és sziasztok! 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 Csinálták valamit? Nem? Nem gondoltuk. Mi is erre gondoltunk. De a pillanat látok, hogy megmenet a hovedelé művel, de ezt nem tudom ki, amelyet kell gyakorlatilag próbálni. Milyen? Gondolják üveg, kéne sét is vannak. Tűzsel is jól jönnek. Ja, kis. Ja, de ki az a kis. Nekem az a legnagyobb félelem, hogy elveszítem az utat.
Egy nagy testú, egy jó mondatkuska, egy nagy dolgó a felek marci.
hogy találkozzak egy hírességgel. Hogy mindenben nagyon mással. Hogy híres színész vagyok. Mindenben ötös. Hogy legyen egy kis öcsém. Gyerekom. Gyere, ez a virágfejű sok szuperhősöm. Minden fagyja legyen. Thank you.
A Schneider Lajos Művészeti Iskola Szelence csoportja Mohácsról ezüst minősítés. Térségi Általános Iskola, Völgyesi Jelenő Tag Általános Iskola, Dráma Manó csoportja, bronz minősítés. Szeretném mondani, hogy aki a jövő reménysége, tessék megnézni, Szarka alakításáért. Egy hatalmas tapsot ezért a lányokat. Hordozhatod telefontört. Hú, ezt megérjeltem.
adjuk meg egy tapsot nekik. A legjobb női alakítás mutatta Tihanyi Hanga. Ugye kettő róka volt, ha mindenik, az akkor az egyik róka, aki a legjobb róka alakítást, az a Hablik László nevezett róka. Kérdezzékben László, sompolyogjon ki, és akkor odaadjuk már Nagy Igornak, aki a másik legjobb róka alakítás, vagy legjobb alakítású róka, vagy a legjobb róka alakítású alakítás. Nagyon gratulálom, nagy kapcsolat nekünk. Már a hollót is odaadjuk, jó, a Husti Borbálának, jó? És akkor az egész Róka család és Holló család díjaznak. Köszönjük szépen! Köszönjük, amit tépszi, olvassatok el, vagy a talárlistán, vagy a gyógyszeret kapitán, biztos meg van egy könyvtárban, ne hagyjátok ki. Ebből egy egészen jó kis szép darabot láttok délelőtt, és nem tudtuk nem díjazni az írót fiatalon a tanár alakításáért. Szeremlei Noé! Vörös Sándor színdarab, vagy Vörös Sándor adaptáció. Ezt is nagy kedvel láttok és néztük. És ebből szeretnénk kiemelni a Medve fia megalakítóját, vagy alakítóját. Varga Fóriát! Egy csoportot kiemelni, ahol a legtöbb korosztályt láttuk a színpadon, a legkisebbtől a legidősebbig. Tehát a legtöbb korosztályt felvonultató csoport külön díjában részesülnek. A Baranyi Rigó! Szerintem megmutattam a legkisebb leány kapciát, szoktam a jövő reménységét, de most bemutatom a legközelebbi Nagy Ervint. Ő így van, én nem is vesz tudomást arról, hogy a világon jelentő deszkákon áll, a jövő fiát szólja, tapsoljuk meg! El voltunk olvasva egy olyan produkciókról, ahol a legtöbb művészeti ágat láttuk egyetlen egy előadásban, ahol a zene, a tánc, a díszletek, a kellékek, és természetesen a színjátszás is csodálatos egyveleket alkotott. Ezért a legjobb közművészeti produkció külön díját szeretnék odaadni a Csupaszív Cselendőknek. Köszönjük szépen! Már csak két külön díjat. Volt egy csoport, aki rögtön az elején, a színjátszó fesztivál elején annyira megbevágva alakítást jutott, pedig meg sem szólalt. Aki így volt ezen a felejthetetlen és szíved dologtató, de lelke kicsit megnyomorító érzésben, azért sose felejti el azt az öt kedves ifjú hölgyet, akik idősebb hölgyeket alakítottak, olyan meggyőzően, de még én magam is elgondolkoztam, hogy most akkor nyugdíjasokat látok a színpadon, vagy gyerekeket. Kicsit ütett volna. Úgyhogy szeretnék a legjobb néma játékos csapatot megdísérni egy külön díjjal. Ő pedig a Szelence csoport. Gratulálok! Két csodálatos zenésznek is külön díjat adni, hiszen ez a produkció nem jöttek oda létre, ezek a produkciók, hogyha nincsenek fantasztikus zenei kísérők. És ő közülük két hegedűs lánykát szeretnék megdicsérni a legjobb zenei kísérletért, Holomi Détát és Kovács Virágot.
a szervező munkát. Köszönjük a rengeteg felajánlást, hiszen ezek a díjak igazán méltóak voltak ehhez a mai délelőtthöz. De ne menjünk el szó nélkül azok előtt, a szülők és pedagógusok előtt sem, akik ezeknek a csoportoknak méltó háttereli segítője volt. Kérek egy nagy tapsot a csoport vezetőjének, illetve a szülők. Talán a legnagyobb élmény nyújtó csoport, és igazán nagyon sajnáljuk, hogy kevesen láttátok őket, de higgyetek nekünk, hogy mi láttuk őket, és nagyon nagy élményben volt részünk. Különösen azért, mert a hatalmas játék mellett egy olyan forgatókönyv, egy olyan szövegkönyvet játszottak le, amit a csoport vezetője írt az első legyőtől az utolsóig, ha minden igaz. És ez külön értéke a produkciónak. Tehát a nagy utolsó külön díja, a komolyi csoport nyerte. Gyertek külön! A zseniális zsűri munkáját szeretném, hogyha most tényleg nagyon nagy tapssal és nagyon nagy tisztelettel megköszönném, hogy ilyen értékelést végeztek magunkban nekünk. Nagyon köszönöm. A színház mindenre jó. Kívánok mindenkinek, ezután is mindenkinek óriási sikereket és nagyon-nagyon boldog életet.